A mi közbiztonság programunk, a mi rendvédelemmel foglalkozó programunk, annak az egyik legfontosabb alapelve, amiből levezettük az úgymond intézkedési tervet, vagy a javaslatainkat, hogy az államnak a lakhelytől és az anyagi helyzettől függetlenül mindenkinek egyformán kell garantálnia a biztonságot. A mai sajtótájékoztatóban én három pontot mondanék, amit kiemelnék a javaslatcsomagunkból. Az első, hogy egy azonnali érezhető nettó béremelést hajtunk végre, hiszen az új adórendszer, ez a több kulcsos adórendszer, amiben mi hiszünk, ennek a bevezetésével a végrehajtó állomány nettó fizetés emelést fog érzékelni a bevezetés pillanatától. A második, hogy visszaadjuk és megvédjük a szerzett jogokat, hiszen egy új típusú igazságos szolgálati nyugdíjrendszert vezetünk be, és emellett egy olyan előmeneteli rendszert biztosítunk a rendvédelmi dolgozóknak és a katonáknak, amely azt biztosítja, hogy a nyugdíj korhatárig érdemes legyen a testület állományában maradni. Tehát ez az ígéretünk tulajdonképpen a rugalmas nyugdíjba vonulás megteremtését jelenti. Emellett a szolgálati nyugdíjasoknak erkölcsi kárpótlást is biztosítunk, visszaállítjuk a 2002 előtti szolgálati nyugdíjasok státuszát és védettségét, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy megszüntetjük a 16%-os büntető levonást ezektől az emberektől. Emellett egy konkrét részterületen, de fontos területen, szintén az előbbi nettó béremelésen túl bérfelzárkóztatást indítunk a büntetés végrehajtás területén. Ez, ahogy mondtam, eznek az adórendszer átalakításon túli bérfelzárkóztatás kell, hogy jelentsen. A területi központ és egyéb elitalakulatok helyett megháromszorozzuk a polgárok közvetlen közelében szolgálatot teljesítő állományt a létszám és anyagi erőforrások átcsoportosításával. Ezzel egyébként létrehozzuk, bevezetjük a közösségi rendőrség alapjait Magyarországon. Kettő, fokozzuk a bűnmegelőzés hatékonyságát, kiemelten támogatjuk a polgárőröket, akik ma személyesen is jelen voltak a megbeszélésen. Az egyik legfontosabb kérésük évek óta a cégautó adó terhelésüknek az eltörlésével első lépésként, és természetesen a magasan tartott és még magasabbra emelendő állami támogatásokkal is. Harmadik pedig felülvizsgáljuk a személy és vagyonőrök munkáját szabályozó teljes jogi környezetet, ami konkrét ígéret mostanra és sokakat érint, hogy el fogjuk halasztani az őket most sújtó vizsgakötelezettség véglegesnek szánt, Fidesz által véglegesnek szánt dátumát. Másrészt pedig az ő működésüket szabályozó teljes jogi környezet át kívánjuk tekinteni, átírni és egy új törvényt elfogadni, mert tartatlan állapotok vannak ezen a területen, mind a fekete és szürke gazdaság, mind pedig a munkavállalók tekintetében. Az utóbbi években a gyermekeket, nőket és az időseket ért támadások nagyon súlyosan megrázták a magyar társadalmat. A közbiztonsági programunknak egyik része, hogy az ellenük elkövetett bűncselekményekkel szemben zéró toleranciát hirdetünk, és bár az elmúlt években volt közös gondolkodás a családon belül erőszakkal kapcsolatos fellépést illetően, láthatóan nem sikerült ebben túlságosan előre jutni, különösen ami a rendőrség szerepét illeti. Éppen ezért a rendőrség kiemelt feladata lesz a családon belül erőszakkal szembeni fellépés. De hogy ne csak feladatokat szabjunk a rendőrségnek és a rendőröknek, hanem jogaik védelméről is biztosítjuk az állományt. Új ombudsman fog felelni április 6-át követően Mesterházi Attila miniszterelnöksége idején a rendvédelmi dolgozókat és a katonákat ért sérelmek független kivizsgálására. Végezetül az elmúlt 4 évben világosan tapasztaltuk, hogy átláthatatlan, követhetetlen és ellenőrizhetetlen a titkosszolgálati eszközöket alkalmazó szervezetek tevékenysége, száma. Éppen ezért átfogó kormányzati vizsgálatot fogunk végrehajtani annak érdekében, hogy feltárjuk, hogy ezek a szervek milyen módon vizsgálták, figyelték meg a magyar polgárokat, és természetesen kidolgozzuk, hogy milyen módon lehet a titkosszolgálatok valódi civil kontrollját megvalósítani a parlamenti ellenőrzésen túl. Köszönöm szépen. A közös programunk egyik legfontosabb pontja, hogy nagyobb figyelmet fordítunk az áldozatokra. Ma Magyarországon a bűncselekmények áldozatai közül 10-ből 8 nem kap állami segítséget, és az Orbán kormány folyamatosan
költségvetési forrásokat vont el az áldozatvédelmi szolgálattól. Mi a kormányra kerülésünkkor meg fogjuk erősíteni a szolgálatot, és anyagi helyzettől és lakóhelytől függetlenül mindenkinek lehetővé tesszük azt, hogy akár anyagi, akár pszichológiai, akár másfajta segítséget kapjon abban a nehéz élethelyzetében, amikor bűncselekmények áldozatává válik, hiszen ez egy traumát jelent, ez egy törést jelent mindenkinek az életében. Éppen ezért az államnak azt gondoljuk, hogy kötelessége ebben a helyzetben segíteni, mindannyiunk morális felelőssége, hogy közösségként segítsük a bajba jutott honfitársainkat, és ezért fogjuk megerősíteni az áldozatvédelmi szolgálatot, a pártfogófelügyelő szolgálatot, és a rendőrséget olyan állapotba fogjuk hozni, hogy ezekkel a szolgálatokkal eredményesebben és hatékonyan együttműködve az áldozatoknak sokkal nagyobb, gyorsabb és eredményesebb segítséget tudjon nyújtani. Köszönöm szépen. A jelenlegi Fidesz kormány megfélemlítette ezt az állományt, kiszolgáltatottá tette. Ennek saját magam is áldozata voltam néhány évvel ezelőtt. Megkívánjuk ezt szüntetni, tiszteletbe kívánjuk tartani a hagyományait a fegyveres testületeknél szolgálóknak, és visszakívánjuk adni az önbecsülésüket, és meg akarjuk szüntetni a kiszolgáltatottságukat, hogy hatékonyabban tudják elvégezni azt a szolgálati feladatot, amit végeznek. Szeretném folytatni Péter szavait az önbecsülés és a társadalmi megbecsültségről a honvédséggel kapcsolatban. Az egyértelmű, hogy a honvédség a mai napig csak azért működőképes, mert katonáink kiválóan látják el a feladatukat, és elhivatottak. Ugyanez az elhivatottság és kiváló teljesítmény jellemző a nemzetközi szerepvállalásra, a nemzetközi műveletekben való részvételre. Ezekkel kapcsolatban a katonai szerepvállalást és a konfliktus megelőzést a NATO kötelékén belül, illetve az EU védelmi politikájának keretében kívánjuk megvalósítani. 12. pontként vállaljuk, hogy fokozatosan biztosítjuk a Magyar Honvédség elavult technikájának a cseréjét a jövőben.